Ráckeve Budapesttől nagyjából 50 kilométerre délre fekszik, a fővárossal a ráckevei hév köti össze. Itt találjuk meg a Dunaág legdélebbi hídját, az Árpád hidat, melyet 1896-ban adtak át. Aki ma ellátogat ide, egy nyugodt, mégis a maga módján nyüzsgő helyet talál. Rengeteg szabadtéri program várja az érdeklődőket, a népi hagyományoktól a modernkori művészetekig. A településen minden héten szerdán és szombaton hajnaltól tartanak piacot, egy kilométeres hosszan a Dunaág partján. Állandó látványosság a ráckevei hajómalom, melynek újjáépítését a képviselő testület egyhangú szavazással hozta meg. A megvalósítás során kiemelkedő volt az a városi összefogás, ami a hajómalom létrejöttét lehetővé tette. Ráckevei vállalkozók, kereskedők, iparosok és lakosok segítették a hajómalom építését, ki portékájával, ki munkájával, vagy kisebb-nagyobb adományával segített. Két víz által körbezárt részt is találunk itt, a Kerekzátonyt és az Angyali szigetet, ahová természetesen csak csónakkal juthatunk be, viszont egy festői szépségű, kis ökoszisztémával kerül szembe az ide látogató. Az Angyali szigetet a Dunaág égkövének is nevezik. Több mint 2 kilométer hosszú, sással és náddal szegélyezett, mely körül a stégekből következtethetünk a civilizáció jelenlétére. Ráckeve 1848. májusában 600 nemzetőrt adott az országnak. A 19. század végén járási székhelyi Avanzsát, ekkor építették az addigi fahíd helyett vasból az állandó hidat. A millenneum alkalmából pedig felépítették a városházát a lebontott régi helyére. Ha szeretnénk Ráckevén igazán körülnézni, azt a nemrégiben felújított tűztoronyból tehetjük meg. Festői látvány, ahogy a Duna kettészeli a várost, látjuk a szigeteket, a tornyokat és a sokszínűséget. Ha nem csak a magasból érdeklődünk, megnézhetjük közelebbről a barokk stílusú savoyai kastélyt, amely 1702 és 1750 között épült, mellette a kistéren áll 100 gyula alkotása, az egyetlen vidéki Árpád szobor. A Szent János téren láthatjuk a 18. századi Nepomuki Szent János szobrot. Az ortodox szerb templom, a keresztelő Szent János római katolikus templom és a református templom is a sokszínűségét bizonyítja. Érdemes benézni az Árpád Múzeumba, érdekesség lehet még a városi képtár és a Keve Galéria időszaki kiállítása. A házak között barangolva csodálatos kis üzleteket találunk, amik helyi jellegzetességgel ruházzák fel a várost. Tehetünk egy sétát a Dunaparton is, lenyűgöző látványban lesz részünk.